Szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést a várakoztatásért. Én ugyanolyan áldozat vagyok, mint az összes néző. És én is 6 órakor tudtam meg, hogy nem 6 órakor ez az előadás, és most még egyéb technikai problémák is voltak. Úgyhogy ez az első mondásom. A második mondás, még egyszer ugye, hogy szeretettel köszöntök mindenkit. Csak hát nem ott vagyunk a szokott helyünkön, és nem tudom körbe küldeni a jelenléti ívet sem, hogy mindenki írja alá. Harmadik mondásom az, hogy nem az az előadás lesz most, mint amit hirdettem egy hónappal ezelőtt. Tekintettel több dologra, koronavírusra elsősorban, de más miatt is megváltozott a előadásnak a címe, témája. Talán annyit bocsáss meg, hogy kedves nézőink tudják hova tenni ezt a sorozatot. Ez ugye alapvetően egy élő sorozat Székesfehérváron, méghozzá a tavadművörözés hátában, és hát ennek ugye van mindig is egy virtuális változata élőben, de ez most csak élő, és hát ugye hát igazából most mindenki virtuálisan vesz részt. A jelenlétő ívről pedig annyit, hogy majd csatoljuk mellé a nézettség adatokat, szerencsére azért naplóz a rendszer. Jó. Jó. Tehát akkor ezt a témát választottam, hogy a földi csillagászat végnapjai, Tepi oda tett egy kérdélet a végére. Én remélem, hogy tényleg úgy lesz, ahogy ő gondolja. Na, akkor vágjunk bele, jó? Akkor indulunk. Feltéve, hogyha az egerem is azt akarja. Így van. Tehát, mint tudjuk, a csillagászat alapvetően egy megfigyelő tudomány. Aztán, ami ezt nehezíti, illetve alkalmasint ellehetetleníti, a fényszennyezés. Ez ellen küzdünk. Több fronton is vesztésre áll a csillagászat a fényszennyezéssel szemben. Eddig csak egy dolog volt, a közvilágítás, mint fényszennyezés, és most újabb lépett a felszínre ezek a műhold meg a konstellációk. Na most úgy gondoltam, hogy egy kicsit bővebb leszek. Először azt gondoltam, hogy nagyon rövid előadás lesz, aztán gondoltam, hogy egy picit foglaljuk össze a közvilágításos szennyezést is, és csináltam néhány színképfelvételt, hogy esetleg aki nem látott volna még ilyet, vagy nem tudná, miről beszélek, akkor ő is lássa, és utána térünk át majd a többi dologra. Na tehát akkor nézzük meg a menekülési stratégiánkat a fényszennyezés ellen. Az egyik az, hogy kitelepülünk olyan helyekre, ahol nincsen akkora fényszennyezés, mint a lakott területeken. Hát nem mindenki teheti meg magának, hogy elmenjen az Atacama-sivatagba, de ugye a professzionális csillagászok ezt az utat választják. De több oka van, hogy miért jó ez a hely. Egyrészt a magasság is számít, minél kevesebb légtömeg legyen felettünk, és a nagyon gonosz dolgokat tud csinálni a légköri páratartalom, és nagy magasságokban a páratartalom is kicsi, tehát kicsapódik a pára, és ez nagyon jelentősen javítja a megfigyelési körülményeket. Aki nem tud olyan helyre menni, az mit csinál? Hát a csillagos égbolt parkokat hoznak létre, több helyen, tehát nemzetközileg. Van ez a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség, az International Dark Sky Association. 2001-ben indította ezt a dolgot el, hogy minden országban próbáljanak a csillagászok keresni olyan helyet, ahol még fényszennyezés mentes, és ezt próbáljuk meg megőrizni. Hát így Magyarországon is 3 ilyen sötét égbolt park keletkezett, legelőször a Zselici, aztán a Hortobágyi, aztán a Bükki csillagos égpark. Hát a Zselici, itt van egy link hozzá, voltunk néhányszor, ott tényleg nagyon szép eget láttunk.
Hortobágy csillagos égbolt park. Itt személyesen én nem voltam, meg a Bükkiben sem voltam, a Zseliciben voltunk. Mi itt Fejévár környékén próbálunk meg viszonylag sötét égboltot keresni. Hát az egyik a favorizált helyünk ott Mezőszentgyörgy határában van, de a Bakonyban is van elég jó sötét hely, mikor hová. No, de aki nem tud elmenni, meg azt mondja, hogy én most olyan csillagász vagyok, hogy most kimegyek, van egy fél órám, és akkor észlenek, akkor mit csináljak? Tehát egy másikféle menekülési stratégia, mélyégszűrők. Na, ez az, amit most hozzátettem itt két nap alatt. Hát alapvetően a közvilágítás, ezek a nátrium lámpák, és így néz ki a nátrium lámpa spektrum, elősen túlexponálva, gyakorlatilag ez a sárga látszik, hát ugye ezért látjuk sárgának mindenfélét, de hogyha nagyon hosszú ideig exponálunk, akkor itt azért a zöldbe van egy kis piros is, meg egy nagyon halványban ott a kékbe is valami látható. De alapvetően ez a sárga. És a nagyon szép, ugye a nátriumnak itt van a emissziós és abszorpciós vonala, és pont ott, ahol a legvilágosabbnak kéne lenni, ott sötétet látunk, azért, mert ez egy önabszorpció, ez a lámpának vagy a gáznak a saját tulajdonsága. A lényeg az, hogy itt ez az, amitől egy hosszabb expozíciót csinál az ember, akkor besárgul a képe, és hogyha azért szűrőt teszünk föl, próbálok keresni, nem kezdtem el keresgélni, csináltunk olyan képet, hogy hogy néz ki a hold például nátriumszűrőd nélkül, de ez most nem jól mondom, hanem majd mindjárt mutatom a szűrőket. Tehát szűrővel hogy néz ki, egészen szépen kifehéredett, tehát olyan ezüst színű lett a hold, és nem olyan sárgás. A Orion ködön még látványosabb a dolog. No, hát egy izolámpának a folytonos színképe így néz ki, mindenféle hullámhosszon világítunk, és hogyha egy keskenysávú szűrőt beteszünk, akkor ezt, ahol a nátrium van, azt a sárga részt, ezt megeszi. Van szélessávú szűrő is, az még nagyobb tartományt szed ki belőle, és a H-alfa az valahol itt van ilyen területen, ennek a szélén már túl, és ezért jó ezek a mélyégszűrők, tehát ez a széles sávú szűrő, de mindjárt ide tettem mindet. Tehát itt a folytonos szűrő, itt a keskeny sávú szűrő, ez a broadband, ez a széles sávú szűrő, és itt van alatt a nátriumlámpának a színképe. Tehát a keskeny sávú ez, főleg ezt teszi meg, de ezek úgyis halványak, még ezt is megette. A széles sávú meg még nagyobbat. Nem mondom, azok a emissziós ködök, azok végül is szerencsére ezen kívül esnek, tehát ezek a szűrők, tehát a keskeny sávú inkább, a széles sávú még inkább hát megeszi ezeket a dolgokat. Pont. És mivel a higanynak is itt vannak vonalai, ahol a nátriumnak, tehát nem csak a nátrium gőzlámpákat, hanem a higany gőzlámpákat is hatékonyan kiszűri. Na, annyi van még, hogy a higanynál viszont vannak ezek az erős kék vonalak, de azt a szemünk érzékenysége itt már nem olyan nagy, viszont ez csinál szennyezést, mert a kék az jobban szóródik, mint a piros a hosszabb hullámhoz, majd mindjárt mondom. De hát ide föl is írtam a hullámhosszokat, tehát a hidrogénalfa 656 nanométer, és ezek a szűrők olyan 650-nél levágnak, 650 előtt levágtak. Tehát a hidrogénalfa még látszik. A hidrogénbéta meg 486. Hát ezt a széles sávú levágta, a keskeny sávú ezt is átengedi. Most jön egy rettenet.
ugye körszörűsítjük a világítást, és LED világítás lesz. Hát a fehér LED spektrum az így néz ki. Hát itt látszik ez a látható része, viszont hogy működik a fehér LED, úgyhogy van egy iszonyatosan erős kék forrás, amelyik gerjeszti azt a fényport, amelyik kibocsátja ezt a viszonylag folytonos spektrumot. És hogyha erre a szűrőt használjuk, akkor ez bizony benne marad. Na, akkor most még egyszer elmondom, hogy Rayleigh szórásról lenne szó, ugye a hullámosz negyedik hatványával folytatott arányos, a kék durván 400 nanométer, a vörös durván 800 nanométer, tehát kettő a negyediken, az 16-szor jobban szóródik a kék, mint a vörös. Ezért vörös a legyúgó a nap, mert kiszorod belőle a kék, azért kék az ég, mert ott arra elsütő napfényből a kék erre felé szóródott nekünk. Na de a higanygöz lámpa fényét ez nem tudja kiszűrni, ez a szűrő sem, és a szórt fény egyébként is ott van a levegőben. Még ha a szemünk érzékenysége nem is olyan, de azért egy olyan hátteret csinál, olyan fágyot csinál, hogyha fényképezni akarunk. Na most még egy trükk. Eddig színesen láttuk a színképet, mert szeretünk színesen látni. Ha most megnézzük az intenzitás profilját ennek a színképnek, akkor ilyet látunk. Hát ez valahogy nagyon nem olyan, mint amilyet az ember elvár egy hőmérsékleti sugárzástól. Miért? Azért, mert a színes CCD az olyan pixelekből áll, hogy mindenféle színszűrők vannak ott rajta, és ezeknek a hatására lesz ilyen nagyon csúnya. Hát amiket eddig csináltam, tehát ezek a színes képek a ASI 120-as kamerával készült, ugye a C jelenti, hogy színes kamera, és akkor áttérünk most a fekete-fehér kamerára, ahol nincsenek ezek a szűrők rajta a pixeleken, csak magának a chipnek, a szilíciumnak az érzékenysége számít, az pedig nagyjából hasonló a szemünk érzékenységéhez. Hogyha most ezzel a 174-es kamerával vesszük fel a színképet, akkor ilyet látunk, és ilyen intenzitást, eloszlást, ami már egészen jól hasonlít a hőmérséklet eloszlásra. És akkor most nézzük meg a fekete-fehér CCD chippel, hogy hogy néz ki a LED-nek a színképe, az intenzitás eloszlása ilyen. Tehát iszonyan erős a kékben, még akkor is, még így is, hogy magának a chipnek az érzékenysége is kisebb a kék tartományban, mint a látható tartományban. Szóval ez a rettenet a LED világítással. Hát, ha eddig esetleg valaki ezt nem tudta volna, akkor most látjuk. És akkor most térjünk át az újabb kihívásra, ezek a műhold meg a konstellációkra. Célunk, a célja, idézőjelben, meg ilyen szépen föstik magukat ezek a cégek, hogy világméretű szélessávú internet elérés alacsony földkörüli pályáról, ilyen 21,3 millió amerikaiak nincs szegénynek szélessávú internet elérése 2019-ben, meg Afrikában, meg arra, meg aki a sivatagban lakik, meg aki, na szóval úgy hangzik, mint hogy olyan nagyon jót akarnák csinálni mindenkivel, hogy legyen szegényeknek. De igazából miért csinálják? Mert ez egy olyan trillió dollár nagyságrendű üzlet. A több milliárd felhasználó lesz. De még ezt is árnyalni fogjuk egy kicsit. Ezért nem várjuk el, hogy minden afrikai az majd szélesávú internetet akar magának, vagy mi ilyesmi. Na hát, kik a versenyzők ebben a témában? Hát a legelőrébb halad, ugye a SpaceX, a Starlink
konstellációjával 7500 műholdat terveznek felbocsátani. A másik az Amazon, az a projekt Kuiper Constellation, az 3236 műholdba gondolkodik. A harmadik az OneWeb, ez egy európai 650 műholddal. Aztán van a Kepler Communication 140 műhold, egy Telesat kanadai cég 117 műhold, Leosat 78, ez is európai Iridium, akinek vannak az Iridium szondái eddig is, ugye ezek a ilyen távközlési, tehát telefonos, szatellit telefonos cég, de akar csinálni egy másikat, egy 66 műholdból álló flottát, ez az Iridium Next. Aztán van egy Kineis, nem tudom, hogy kell mondani, 25 műholddal, és még valószínűleg vannak mások is, akik gondolkodnak rajta. Szóval azért szép ez a lista, így is. Mit nyomtam? Valamit olyat nyomtam, amit nem kellett volna. Na most menjünk. Hát akkor folytos sorrendben végigszaladunk ezeken. Tehát ez a Kineis, aki tud franciául, mondja, hogy hogyan kell mondani. Tehát francia startup cég, 100 millió eurós alaptőkével magánbefektetőktől, és 25 darab ilyen CubeSat konstellációt tervez. Ez ilyen 10-10-10 cm-es kis mini szatellitek. Erről ennyit tudunk. Következő az Iridium Next. Ugye neki vannak a Iridium hajjai, időnként látszanak felvillanások is, van applikáció, meg lehet mondani, hogy mikor menjünk ki, és mikor látjuk, hol, merre. Most ezt ki akarják egészíteni, ezek magas pályán vannak Iridiumok, viszonylag, 66 alacsony pályás műholddal, megtartják a régiekkel is a kapcsolatot, és a lényege az, hogy ezek a pólusok környékét is le akarják fenni ezzel a hálózattal. Leosat. Luxemburgi székhelyű vállalkozás. 78 teljes kiépítésben 108 műholddal gondolkodtak. Poláris pályán. Pályamagasság 1400 km, egy műhold tömege 1000 kg, a holdak között lézeres összeköttetés legyen, és 2019. novemberében csődöt jelentettek be. Volt összesen 13 alkalmazottjuk, és azt mind elbocsátották. Úgyhogy ezektől megmenekültünk egyelőre, úgy tűnik. Telesat, ez egy kanadai óriás cég, egy csomó műholdja van, itt a, ugye egyenlítő mentén mennek föl, sorakozva ilyen nagy tányérokkal veszik az adásokat, tehát a Telstar és sok egyéb műholdjuk is van, meg ilyen műsorszóró műholdak. Az új terv egy 117 műholdból álló konstelláció, valami ilyesmi, mint amit alul látunk, és 2023-ra 300 darabot gondolták, hogy annyira egészítik ki az egészet. Hogy mi lesz belőle, ezt nem tudom. Hogy hogy állnak, pontosan most nem tudom. Kepler Communications, ez szintén egy kanadai cég, torontói székhelye, 140 CubeSat-et, tehát kicsi kis műholdat akar csinálni, és elsősorban ez az Internet of Things, ez az IoT kommunikáció, ahol okos otthonok, mindenféle okos dolgokkal lehetne. Tehát ennek a hálózatát akarják kiépíteni, tehát akárhogy vagyunk a környéken, világon, akkor meg tudjuk nézni, hogy otthon be van-e kapcsolva a fűtés, vagy a világítás, vagy valami. Ilyen SDRTS szoftver definiált rádiót terveznek használni. Az első műholdat január, tehát 18 januárjában lőtték fel, KIP névre hallgatott, és a hosszú menetelés rakétával, tehát Kínából bocsátották fel.
Tehát napszinkron poláris pályája van, és 575 km magasan kering. Egy másodikat is fölöttek tavaly, ez a Kéz névre hallgat, és egy harmadik, nem tudom, hogy ez már föl van-e, ez az első kettő biztos ment van, és a nevek onnan adottak, hogy ezek az Interstellar című filmben ezek voltak a robotoknak a nevei. De összességében 140-et terveznek, mert ebből kettő vagy három az már működik, legalábbis kísérleti stádiumban. Akkor menjünk tovább a nagyobb cégek felé. OneWeb, hát itt van az ő vezetőjük, itt fog kezet a Jeff Bezos-szal, a Blue Origin-nek az alapítójával, hogy majd ezzel a rakétával fogják fölölni az ő műholdjaikat. Ez a Virgin Orbit, az Ariane Space alkotta konzorcium, valahogy ez a OneWeb. A terv az, hogy 650 műhold és egy felbocsátással 34 darabot küldenek ki föl. És akkor majd csinálnak egy ilyen hálózatot, így néznek ki az ő műholdjuk. Jó. Itt van a rakéta orrkupja alatt, itt vannak elhelyezve ezek a műholdak. Tehát egy felbocsátása 34. Az első fellövés az ezzel volt, tehát megtörtént a Blue Origin, de a második az február 7-én Kazasztánban Bajkonurból Soyuz rakétával történt, és most pár nappal ezelőtt csődöt jelentett a cég. Ebbe részben a koronavírus is bele szólt, ez is szerepet játszott, mert az a bank, amelyik eddig támogatta őket, megbonta a támogatást, és most beadták a csődöt. Itt most nem tudom hirtelen a linket, de rá lehet keresni, és megtaláljuk. Viszont jelenleg már fönt van két eresztés, 74 darab műhold. Ez viszont nem elegendő a kereskedelmi szolgáltatáshoz, úgyhogy néhányan maradtak a cégnél, akik ezt a 74 műholdat valamilyen módon is tápolják, de hogy hogyan és mi, nem tudom. Nem tudom, mi lesz a sorsa, valószínűleg ők sem. Hát akkor a nagy játékosok. Most, tegnap napokban bejelentette a Jeff Bezos, van ez a Remars konferencia, hogy Amazon eléri a csillagokat. Tehát a következő 3236 darab műholdba álló flottát bocsátanak fel a fejlődő országok számára. A kis, hát nem jut eszembe jó szó, hogy kicsoda ilyen jó szolgálatot tevő valaki, ugye a fejlődő országok számára. Hordozó rakéta az ő cégének, ugye a másik cégnek, a Blue Origin-nek a rakétája, újra felhasználható. Ez csökkenti ugye a felbocsátási költségeket. Az orrkupja 7 méter, amiben egyszerre 80 darab műhold fér bele. Indítás Floridáról, Relativity Space cég segítségével. A műholdat a Telesat gyártja. Előbb láttunk, hogy ő is tervezett egy műhold flottát. Tehát magát a műholdat, amit a Jeff Bezos küld fel, az Telesat gyárta. És ezzel, hogyha ez kiépül, akkor azt gondolják, hogy az Amazon értéke az 100 milliárd dollárral tovább nő a már meglevő értéken túl. És akkor következő az, tehát úgy hívják a Bezosnak a programját, hogy ez a Project Kuiper Constellation. Hát itt látjuk a Bezost, itt van a projektnek a vezetője, jobb oldalt, ez a hol van, ez a Bob Smith a Blue Origin-nek, tehát akik a
ezt a rakétát fejlesztik, és a rakéta, ez a New Glenn rakéta, ezt tartja a Goldberg, a Telesat, aki készíti a, amit föllőnek vele. Hát így néznek ki ezek az emberek. Na, akkor nézzük, hogy miről is van itt szó. Tehát az előrejelzés a telekommunikációban ebbe a hogy mondjam, marketben, ugye most 2019-ben 3,9 milliárd dollár van, és akkor ez, most már 20 vagyunk, de hát 20 végére prognosztizálták, ez így megy fölfelé, és azt mondja, hogy 2040-re már 94, gyakorlatilag 100 milliárd dollár lesz a bevétel a cégeknek, akik beszállnak. Tehát ezért megy a nagy harc, a verseny, hogy aki csak egy kis szeletet is kihasít ebből a műholdas kommunikációból, hát annak akkor is nagy lesz a bevétele. Akkor térjünk rá igazi ellenségre, mert ezek közül, tehát igazából van az a két kis kőbszat, de igazából a SpaceX, tehát a Elon Musk az, aki ténylegesen most már lövöldözi föl ezeket a műholdakat. De volt 2-3 előkísérlet, és utána a terv az, hogy most 2 hetenként 60 darab műholdat bocsátanak ki. Eddig 6 darab fellövés volt, 6x6 az 36, tehát 360 darab műholdjuk kering. Majdnem kering. De ebből 10 kivételével mind működik. Fellövés Floridából történik, a holdorozó rakéta Falcon 9. A kereskedelmi szolgáltatás elindításához, tehát hogy ez olyan minőségi és megbízható legyen, azt mondják, hogy 5-600 darab kell, és akkor ezzel az USA-t és a Kanada egy részét le lehet fedni, és akkor lehet árulni a szolgáltatást. Szóval már úton vannak e felé. A teljes hálózat, a kiépül, akkor 7518 darab műholdból fog állni. A gyártás Redmond, Washington államban. Valóban ismerős ez a Redmond, ugye? Egyéb számítástechnikából. Tehát ott Redmondban van a gyártó, kapacitásuk napi 6 darab műholdat készítenek el, ami 50%-kal gyorsabb, mint ahogy fel is tudják lőni őket. Tehát raktára tudnak dolgozni. Hát ez a koronavírus most azért ennek is betesz egy kicsit. Pont, hogy a Washington állam is eléggé hát piros ilyen szempontból, meg a New York állam. De a Florida még nem annyira, de ott is van. Tehát összehasonlításul itt bal oldalon a SpaceX-nek a 60-ja, jobbra a OneWeb-nek a 34-es rakománya, de hát ők pillanatnyilag bejelentették a csődöt hivatalosan. A Elon Musk az pedig továbbra is küldözgeti a dolgait. Tehát a cél egy világméretű szélessávú internet elérés alacsony pályáról, nagyon szépen hangzik. Polgári, és azért itt már megjelenik az is, hogy katonai igények kielégítésére is. Olyan, hogy a késletetési idő az kisebb, mint 20 millisekundum. Ez valamit jelent, aki ismerős ebben a témában. Itt látszik, hogy azért a sarkokat ez nem fedi le, de majd valahol lesz írva, hogy 50 hány fokos pályán van. No, tehát egy műhold tömege 227 kg, valahogy így néznek ki, ugye itt a napelem tábla, itt a műhold. Élettartam több mint 90 nap legyen. Tehát így kapták meg az engedélyt, hogy több mint 90 napig működőképesnek kell maradni. Ezek alacsony pályás, tehát 550 km, nem tudom, mondtam, hogy már itt lent van majd mindjárt. Pálya hajlásszöge 53 fok.
keringések, síkok száma kezdetben 24, tehát ezek, de teljes kiépítésben 72 keringési síkot akarnak csinálni, tehát azt jelenti, hogy akkor sűrűbben lesznek itt ezek a vonalkák. Minden egyes ilyen gyűrűben 66 műhold, hát ez azt jelenti, hogy 2 percenként egy átvonulás a fejünk fölött. Tehát a hordozó rakétával 440 kilométerre viszik fel őket, és onnan a saját hajtóművel, egy ion hajtóművel jut föl a megfelelő pozícióba, 550 kilométeres magasságba, és a műholdak között az első tervekben rádió volt, de most már lézeres kommunikáció van. És ennek nagy jelentősége lesz, majd a későbbek fogjuk látni. A földi kapcsolat, ugye az rádián történik, a V-sávban a műhold föld az 37,5 és 42 GHz, a földről fölfelé pedig 47,2-50,2 GHz-en. És akkor azt mondja, hogy a szegény rászorulókat hogyan segíti a SpaceX. Tehát magánszemélyek kapcsolódhatnak, árufuvarozás, repülés, meteorológiai szolgálat, tehát mindenkit ugye ellát internettel. Egy műhold költsége, gyártási költségről lehet szó, olyan 300 ezer dollár, viszont a bevétel az évi 30-50 milliárdra satszolják, hogyha ha előfizetik nekik. Kell hozzá egy földi vevőegység nyilván. Ez a terminál 200 dollárba fog kerülni, tehát ezért ennyire árulják, és ilyet is megkért a FCC-től a Musk, 1 milliónyi földi terminált, nem tudom, valahol lehet, hogy le van írva. Ami jelenleg van, hát ugye, mert amelyek ott kamionoznak a afrikai utakon, azokra azért kell biztonság is, meg hogy tudják, hogy merre vannak. Tehát jelenleg van egy ilyen Kauben flattene levő, amit rá lehet tenni a kamion tetejére például, vagy valamelyik falu megvette. Tehát az 30.650 dollár egy ilyen műhold elő, amelyikkel most lehet internetet csinálni. Tehát ehhez képest a 200 dollár valóban nem sok, és tényleg sokan megvehetik. Azt mondja, hogy a műhold stabilizálása a giroszkóppal történik, itt van az a rész, és egyben hát most mondja, mondom, van egy ilyen ütközés elhárító rendszer is, és hát ahhoz is ugye ezt kell használni. A nyaláb szélesség, amivel lesugározzák, az 81 fok. Itt ezek a fehéren világítók, itt van az antenna, még itt lehet, hogy az is kivilágosodott volna, de nem vártam meg. Tehát úgy irányítják a rádió sugárzást nyalábot, hogy ugye ezek a antennák egyszerre sugároznak, csak különböző fázis eltolással, és a fázis átvárás változtatásával lehet az irányát változtatni, hogy merre sugároznak. Tehát nyalábszélesség 81 fok, lefedett terület 500 kilométer, abból a magasságból, ahonnan ők vannak, és 5 különböző irányítottságú lézer is van a műholdon, hát azért, mert ugye ezek nem állnak egy helybe, hanem állandóan mozognak, és hogy a megfelelő műholdat találja el, a haverját, vagy a társát, tehát ezért, és ne kelljen mozgatni folyton, ezért több lézert helyeztek el, hogy mindig a megfelelőt kapcsolják be. Manőverezéshez ionhajtóművet használ. Ugye itt előállítják az ionokat, itt pedig
kettő pozitív és negatív, levelek felgyorsítják, és kiröpülnek az atomok. Hát az eredeti ion hajtóműanyag xenonnal működött, de az viszonylag drága, és a kriptont azt könnyebben és olcsóbban tudják kezelni, úgyhogy a Musknak a ion hajtóművébe kripton használnak. Mire való ez? Hát ugye mondtam, hogy 440 kilométeren elengedi a hordozó rakétőket, és föl kell menni 550 kilométerre, és valamint, hogyha úgy tűnik, hogy valami útban van, és akkor manőverezni kell, akkor tudja a pályát módosítani, és az élettartamának a lejártával, hogy vissza tudják irányítani a légkörbe, hogy égjen el, tehát a megsemmisítéshez. Tehát szükség van ilyen hajtóműre. Valamilyen hajtóműre nyilván, hát ezt használják. A rádió engedélyt a megfelelő csatornákra, tehát 2018. november 19-én adták ki. Úgy adták ki, itt van a engedély, úgy adták ki, hogy amikor visszatér a üzemideje lejártával, akkor legalább 95%-a égjen el a légkörben. Na most ezt ügyes emberek kiderítették, akik hozzáférnek ezekhez a papírokhoz, tehát az FCC-hez. Ez a Federal Communication, tehát a kommunikációs hivatal. Tehát ezekből az indirekt adatokból, az engedélyből derítették ki, ez publikus, hogy milyen is lehet ez a műhold, és onnan derült ki, hogy ez körülbelül 5 kg-ot jelent. Az ion hajtómű és a lézer egyes részei azok, amelyek megmaradnak a visszatéréskor. Ez ilyen szilícium-karbidból van, aminek oldáspontja 2750 fok, tehát ez ilyen 5 kg-nyi, ez minden egyes ilyen műholdból valahol valakinek a fejére esik. Egy kicsit kalandozzunk el. Rothschild. Ugye 1815 nyarán Londonban mindenki feszült izgalommal várta a Waterloo-i csatatérről érkező híreket, és a Rothschildok is persze. A Rothschildok rájöttek arra, hogy az információ hatalom. Tehát volt saját futárhálózatuk, és ez a futárhálózat 8 órával hamarabb meghozta a híreket, mint a hivatalos futárok. Ez a 8 óra arra elég volt Rothschildnak, hogy a tőzsdén elkezdett eladni. Ennek hatására a tőzsde összeomlott, és hát a jól értesült Rothschildok példáját követve mindenki meg akart szabadulni az államkötvényeitől, és amikor már a padlón volt minden, akkor fillérekért visszavásároltak. És amikor megérkezett a hivatalos futár, hogy mégsem, akkor így lett gazdag Rothschild. Hát akkor ez a történet köszön nekünk vissza a SpaceX-ből, a Starlink-ből. Ugyanis arról van szó, megint tőzsdékről van szó, hogyha csak üvegszálas összekötetésünk van, amivel leggyorsabb lenne, ami nincs is olyan kiépítve igazából, de a London-New York távolság 12.800 kilométer. Az üvegben
ezt a távolságot az impulzus 62,7 millisekundum alatt teszi meg, de nem teszi meg annyi idő alatt, mert közben erősíteni kell, meg minden egyéb késleltetések vannak. Tehát gyakorlatilag olyan 76 millisekundum a jel futás ideje London és New York között. Ez miért van az? Ugye a fény csak vákumba tehet 300 ezer km per szekundummal, üveggel 200 ezer km per szekundum. Hát a törésmutatóval kell osztani, 1,5 a törésmutató. És hát ez az, hogyha most föllőjük a műholdra, a műholdak egymás között már optikán beszélgetnek, akkor ezzel, tehát a Starlink 43 millisekundum alatt megteszi ezt a távolságot. Tehát ha csak lenne közvetlen egyenes összeköttetés üveggel, az is 55 millisekundum lenne, de általában, tehát 76 millisekundumnál korábban nem lehet információt eljuttatni egyik helyről a másikra a meglevő hálózati elemeken keresztül. Tehát itt van a dolog. Tehát ez a 43 millisekundum és a 76 millisekundum között. És ezért van az, hogy tehát fénnyel kommunikálnak, lézerekkel kommunikálnak, és hogy több lézer van rajta, hogy minél gyorsabban, és ez állandóan át kell konfigurálni, hogy ahogy mennek odébb, akkor egyikre, másikra, harmadikra áttenni a kommunikációt. Tehát itt van a kutya elásva. És ezért ugye a tőzsdések, bankosok, meg egyebek, ezért az előnyér, ezért a 20 millisekundon, nem tudom, hány millisekundon, 4 meg 3, 70, majdnem 30 millisekundon, 20-valahány millisekundonért hajlandók lesznek sok pénzt fizetni. Tehát Musknak itt lesz a nyeresége, ha ez ténylegesen elindul és kereskedelmi szolgáltatássá válik. Ugye már most már nem emberek tőzsdéznek, hanem számítógépek tőzsdéznek egymással. Hát persze a broker megmondja, hogy mit csináljon. Na azon kívül, hogy ugye most itt vagyunk, Elon Musk ilyen nagy álmodozó, elindult ugye gyerekkorában Ausztráliából, és ugye Kanadába, aztán USA-ba is. És nagyon tehetséges igazából, meg kell mondani, be kell látni. És akkor van egy másik álma, ugye ez a Starship, hogy akkor majd volt is ilyen animáció valahol, egy filmeske, hogy hát ilyen nagy távolságokra menjünk űrhajóba, tehát föl a légkörön kívülre, és akkor ami a tehát Los Angeles New York 5,5 óra, az 25 perc alatt megvan, és itt tovább, mint ami a London Hongkong 10. Tehát lényegesen csökkenti lehet a üzletembereknek, akinek ez számít, megint az idő. Az idő, pénz, ugye. Visszatérve ide, nem csak London és New York között van tőzsde, hanem van mondjuk Szingapúr is, meg egyebek, tehát nagyobb távolságokon még nagyobb az előny nyilvánvaló okok miatt. Aztán a másik álm ugye Musknak, hogy 2050-ig 1 millió embert akar eljuttatni a Marsra, napi 3 űrhajóval. Hát ez is egy nagy álom. Nos, és azt gondolja Musk, hogy ebből a bevételéből fogja majd ezeket a projekteket támogatni. De Elon Musk az csóró, csak 21 milliárd dollárja van, tehát azért kell neki, hogy legyen valami bevétel, hát a Bezosnak, Amazonnak 142 milliárdja van, tehát ehhez képest csóró. Tehát annak ellenére, hogy ez a Blue Origin nem annyira sikeres, mint a SpaceX,
pedig több pénze van a Bezosnak, szóval a Musk az jobb mérnök, és jobb társaságot tudott magának összeverbúválni. Még akkor is, hogyha ugye vannak problémák. A múltkor is, ugye a múltkori indításkor a utolsó másodpercben állították meg. Ott is az volt a probléma, hogy a 9 hajtómű közül, tehát nem voltak összhangban, ott valami ilyen probléma lépett fel. Azt elhalasztották egy kicsit, de aztán elment. Ha már itt tartunk, ugye a Boeing az még rosszabb helyzetben van. Tehát ez a Musk azért mégiscsak tud valamit. Tehát ebből a projektből akarja finanszírozni a további terveit. Akkor térjünk át, hogy ez mennyiben befolyásolja a csillagászok megfigyeléseit. Hát igazából a terv nem új, mert így mondtam, hogy már 2018-ban kiadta az FCC az engedélyt, és ez nyilvános volt, mindenki tudta, csak egyszerűen nem esett le a tantusz. Tehát 11.927 Starlink műholdra megkapta az engedélyt. Különböző magasságú pályákra. Musk változtatott a pályák magasságán is közben, ahogy múltak az évek. Tehát ezek a szervezetekről van szó, tehát az ITU, tehát International Nemzetközi Telekommunikációs Unió, ugye ezt csinálja a frekvencia kiosztást, és az FCC pedig ellenőrző szervezet, vagy egy kicsit az USA-ra hangolva módosítja ezeket az ITU-nak a dolgait. Tehát ez a dolog, mondom már, két éve nagyjából ismert, tehát itt van még egyszer a frekvencia engedély, azt mondja, hogy a producer is 4.425 satellite-ra akármi, és akkor itt vannak 7.518-ra 335-től 436 kilométer magasra volt ez, de most már 550 nem vagyunk, ugye. Ennyit módosítottak rajt. Ha magasabb vagyunk, akkor nagyobb területet lehet lefedni egy műholddal, viszont hosszabb a futásidő. Tehát nagyon magasra azért nem jó menni, mert mint mondottuk, itt az idővel kell gazdálkodni, és abban van a pénz. Tehát ezért 300 kilométer, 400 kilométer pedig lejjebb van, tehát jobban fékeződik, hamarabb, rövidebb az élettartam, ami volt. Na, szóval, Musk felbocsátotta. Itt látszik valahol a dátum, hogy 19. május 24. Jól látom? Nem. Nem tudom, mit látok. Tehát felbocsátotta az első adagot, és ez a Marco Langbroek, egy holland amatőr, saját számítása alapján kikövetkeztette, hogy vajon hol fognak átvonulni ezek a műholdak, és a látómezején 56 műhold ment át. Ez még a felbocsátást követően történt, tehát röviddel a felbocsátást követően, tehát még nem szóródtak szét, itt vonulnak, és hogyha ezt most én idehozom, ott is van, csak nem akarom ott megnyitni, hol vagyok, itt kell megnyomni, tehát így vonultak át, ilyen videót is készített róla, és így vonultak át ezek a műholdak. Ott még jönnek a elmaradottak. Na, megállítani akartalak.
Szóval ez teljesen sokként érte a csillagászokat. Tehát két magnitudós, tehát elég fényesek voltak, mind a sarkcsillag. Hát itt a városban azért nem annyira feltűnő a sarkcsillag az égen, bár azért még azt is lehet látni szabad szemmel, még Fehérváron is. Hát sötét ég alatt meg nyilvánvalóan. Tehát ekkor kapta kézbe a csillagászok, amikor ezt látták, ezzel szembesültek, hogy Jézus, itt mi történik. Tehát ez meglepetés kell. Tehát van egy ilyen CSAT-L, egy műhold megfigyelő hálózat, és ezek július és augusztus hónap folyamán egy kampányt indítottak, hogy figyeljék ezeknek a műholdaknak a fényesség változását. Tehát ez 4 és 7 magnitudó között változott. Hát itt vannak a magnitudó itt bal oldalon, tehát még a 4 magnitudó is azért elég fényes. A 6 magnitudósok. Mert az átlag olyan 6 magnitudó volt, tehát május 19-én volt, nem tudom, hogy mit mondtam az előbb látomra. Hát jó. Hát ez az egyik dolog. Hát ahogy mennek magasabbra, úgy lesznek egyre halványabbak. Itt pedig a műholdaknak a száma, ugye egy katalógus száma. Mindegyiknek van száma nyilván. Hát, hogy ezeknek a megfigyelhetősége milyen, az sok mindentől függ. Függ az évszaktól, meg az adott dátumtól is, azon belül is nyilván. Hát, hogyha már ki van építve, akkor majdnem mindegy, mert onnan 2 percenként ott lesznek. De az évszaktól erősen függ. Függ a földrajzi szélességtől is. Az egyenlítően csak szürkületkor lehet látni őket. A mi szélességünkön viszont és nyáron majdnem egész éjszaka. Jaj, nekem! Imre Vási, tartom az előadásomat. Elment a hang. Kösz. Tepi, azt mondták, elment a hang. Jó, hát, akkor nem tudom. Ha tehát annyira nem ment, hogy természetesen élő adásban hallottuk azt, hogy elment a hang. Igen. Na, tehát lényeg, hogy a mi szélességünkön majdnem egész éjszaka lehet látni ilyen műholdat. Most a műhold horizont fölötti magasságától is függ a láthatósága, ami alacsonyan van, az fényesebb lesz, ugye még a nap süti, de rövidebb ideig, a magasan van ott halványabb, de hosszabban látszik. És hát éppen hogy süt rá a nap, meg hogy áll a napelemtábla, gondoljunk az iridium holdakra, ugye időnként vannak felvillanások. Na most ugye reklamáltak MASZ-nál, és hát azt mondja, jó, akkor majd befestjük feketére az antennát. A második vagy harmadik, nem tudom melyik adagban ezt ki is próbálták, de úgy tűnik, hogy nem nagyon válik be, tehát nem sokat számít. Másrészt egy problémát okoz, mert hőmérsékleti problémát okoz. Ugye a fekete az elnyeli a napfényt, és ott melegszik. Hát itt egy ilyen szép diagram, tehát a konstellációs műholdak láthatósági viszony a 4. szélessége, tehát minél sötétebb a rajz, annál több műhold látható. Tehát 2020 végén, hogyha lesz 1584 Starlink, akkor ilyesmi lesz, ugye hát itt van ez a szürkület időtartam, ez a napnyugta, és akkor a csillagászati szürkület. És teljes kiépítettségben 11.927 Starlink, 1980 OneWeb, 3236 Kuiper, akkor itt gyakorlatilag a szürkületi időtartamban totál minden látszik, de látszik, hogy nyáron szinte nincs olyan éjszaka, hogy ne lenne ott állandóan egy csomó műhold. Hát a OneWeb most kiesik, de a Starlink az még nagyon dolgozik, tehát a Elon Musk az aktív. És hát ez a többség. És alacsonyabban is van, mint a OneWeb, tehát az a fényesebb. Hát ez van.
Na most itt jobb oldalon látjuk, tehát alacsony pályán keringő etapból több kell, mert kisebb területet tudnak lefedni, mivel közelebb vannak, alacsonyabb, tehát fényesebbek, és gyorsabban mozognak. A magasabb pályán levők nyilván ennek az ellenkezője, tehát kevesebb kell belőlük, halványabbak és lassabban mozognak. Tehát a OneWeb, amelyik, itt mondtam, hogy 1200 kilométerre gondolják, az 2-3 magnitudóval halványabb, mint az 550 kilométer magasan levő. Na most akkor az avaró hatások a vizuális megfigyelésekre, asztrofotózásra, tudományos kutatásra, űrszemét problémája is felmerült, akkor nézzünk meg ezekből néhány dolgot. Hát, asztrofotózás. Azt mondja, már 10-20 másodperces fotón is előfordulhat csík, még nem ennyi, ez még a felbocsátást követő néhány napban készült. De digitális képfel, hát csak mondjuk egy csík van rajt, akkor digitális képfeldolgozással eltávolítható, erre vannak technikák. Illetve hát több felvételt csinálunk, és amelyiken nincsen nem csíkos, hát azt fogjuk majd reklámozni. Ez ilyen amatőr viszonylatban megoldás. Azt mondja, a Cerro Tololo Inter-American Observatory Chile 4 méteres teleszkóp, amelyik a Dark Energy kamera volt felszerelve a 4 méteres teleszkópra, 6 perces felvétel, ez történt. Tehát az eredeti programja ennek a kamerának, hogy a Tejút környéki törpe galaxisok kutatása, a Nagy Magellán felhő közelében készült ez a kép közvetlenül. Tehát ott hosszú expozíciós időt kell csinálni, és az biztos, hogy belerondítanak ezek a műholdak. Tehát egy ilyet akart csinálni. Itt van az LSST. Hát ez ugye Chilében, ez Chile, ugye, Cerro Panchón, 10 éven keresztül, 3 napokként rögzíti az egész látható égboltot, legalábbis ez a programja, erre építették, hogy ezt csinálja. Tükör átmérő 8,4 méter, egy nagyon fényerős kamera akar lenni, társadalmi látómező 10 négyzetfok, képméret 3,2 gigapixel, ez 189 darab 4K-s CCD-ből áll össze, és mindig CCD 16 szegmensből. A kiolvasási idő még így is 2 másodperc. Az érzékenysége olyan a rendszernek, hogy 30 másodperces expozícióval egy 16 magnitudós csillag már telítésbe viszi a CCD-t. Na most, aki ismeri a CCD technikát, hogy hogy történik a kiolvasás, hát ha van ott egy, ugye hát soronként olvassuk ki, és a sorokat pedig minden kiolvasás után lejjebb toljuk egy lépcsővel, de magyarán, hogyha van ott egy pixel, amelyik halott, vagy valami baja van, akkor az ott megöli az összes fölötte levőt, ami keresztül lép majd rajta. Magyarul másfajta csíkok is megjelennek, nem csak a műholdnak a csíkjai. Tehát ez katasztrofális. Ez nem lehet javítani. És ez a teleszkóp ráadásul még nincs is kész. Hát egy ilyen projekt, ez több évig vagy évtizedekig tart. Tehát majd 2023-ban lesz kész, és nem ilyen égboltra tervezték. Tehát ez egyszerűen ellehetetleníti ennek a távcsőnek a kutatását, hogy ez nagyon át kell gondolni, hogy mi legyen. Vannak elképzelések, de egyelőre igazán jó még nincs. És hát a földsúrulók, meg mikor ugye panaszkodnak, hogy hogyha nem vették észre azt a, mindig elfelejtem, hogy hol volt ugye a oroszoknál, ugye ami a nap irányából jött, pont abba az irányba, ami viszont tele lesz műholddal, napnyugta környékén nem lehet megfigyelni. Tehát a földsúrulók keresése nem nagyon lehetett
két órában napkelte előtt és napnyugta utáni felvételeken az össze lesz csikozva. Ráadásul ugye az alacsonyabban levők, hogyha nap közelébe keresek, ugye azok fényesebbek is. Tehát ez is probléma ilyen szempontból. De nem csak az optikai csillagászatra van hatása a dolognak, hanem a rádiócsillagászatra is. Tehát a Nemzetközi Telekommunikációs Unió az 1400-1427 MHz-es ablakot hagyja meg a csillagászoknak, ugye a hidrogén sugárzás vizsgálatára. Ugye 21 centis hidrogénről van szó. A kutatás az viszont hát nem csak a hidrogént szabad figyelni a csillagászatnak, hát akkor hogy találunk valami új dolgot. Tehát a kutatás az 1-től 5 GHz-ig végig folyik, például Arecibo rádiótársővel is, hát hallgatóznak a csillagászok, ugye a rádiótartományba, hogy találjunk valamit. Aztán vannak műholdak, amelyek ebben a gigahertz tartományban működnek, ezeket a csatornákat is használják. Na de, rádiótársöveknek nagyon érzékeny detektoruk van ám. Tehát ha egy 10 fokra megközelíti, amerre áll a rádiótávcső, tehát azt az irányt, a műholdnak a szórt sugárzása a rádiótávcsövet már, a detektorát már terítésbe viszi. Ez megint egy olyan gond, amit hát olyan elképzelés van, jó, akkor, amikor rádiótávcső környékére ér a műhold, akkor kapcsolják ki az adást. Hát ezt nem tudom, hogy mennyire működik, vagy sem. Hát a következő téma még az űrszemét problémája. Azt mondja, hogy 2019 elején volt 1950 aktív műhold, meg egy csomó szemét. 2020 végére 80%-a több lesz, hogyha a Musk felbocsátja, ahogy tervezi, két hetenként 60 darab műholdját. Az évtized végére pedig, tehát a 20-as évtized végére, 2030 körülre már 7-szer annyi lesz, mint amennyi most, mennyi működő. És hát ezek telítésbe vihetik a rendszert, mint az orvosi ellátást, a koronavírus. Tehát, hogyha viszonylag kevesen vannak, még el lehet bánni vele, de hát vagy hogy hívják ez az a vírus, a számítógépes vírus, ugye a DOS aktat etek. No, szóval ennek a sok eszköznek a követésére, koordinálására, karbantartására. Ott is vannak update-ek, tehát szoftver update, pályakorrekciókat kell csinálni, ezt is tudni kell bírni a földi irányító rendszernek. Hibák pedig biztos lesznek, mert hát egyrészt Murphy tudja a dolgát, meg egyébként is. Na most az Egyesült Államoknak az űr Space Control szegmense, a 18. szegmens, az, tehát radaron ilyen 20 000 10 cm-en nagyobb ilyen űreszközt, vagy szemetet, törmeléket követ. Az ez a beslése szerint pedig a 10 cm alatt, a 1 és 10 cm körül körülbelül 900 000 is létezhet. Na most, ha egy 1 cm-es részecske meg egy ilyen műhold összeütközik, egy ilyennek az energiája körülbelül akkor, mint egy kézigránát, ami azt jelenti, hogy újabb törmeléket termel, és mind a dominó, vagy láncreakció szerűen az egész ugye, problémát tud okozni. Hát ehhez hozzáadódnak még a megakonstellációs műholdak, tehát ehhez a mostani valamihöz, tehát ez még nincs beleszámítva. No most, az első 60 műholdból 3 elveszett.
Hát egyszerűen nem tudtak vele kommunikálni, tehát a NASA úgy gondolja, hogy a légköri fékeződés miatt természetes módon elég a légkörben és leesik. Két darabot célzatosan bevezettek a légkörbe, gondolom próbaként, és néhány pedig furcsán viselkedik. Tehát a múlt év október végéig, tehát ebből a 60-ból, tehát 10 darab nem érte el a működési magasságát. Hát nem ilyenhez vagyunk hozzászokva, de ez túl nagy hiba százalék. És hogy nem ott van, ahol kéne lenni neki, hát az már önmagában is egy veszélyforrás tud lenni. Most van, ugye már egyszer láttuk ezt a képet, ezek ilyen zsiroszkópok is vannak, itt van az ütközés elkerülő rendszere a Starlinknek. Az adatokat a Védelmi Minisztérium űrszemélyt követő rendszerétől kapják, és statisztikusan hát ez egy elbetűnek kéne lenni, tehát európai, tehát az ESA azt mondja, hogy hát azokon a műholdakon is van, átlagban évi egy esetben fordult elő, hogy ezt aktiválni kellett, és pályát kellett módosítani valami miatt, és a Starlink már több mint egy tucatszor az elmúlt hónapokban. Hogy ennek mi az oka, nem tudom, de ezt mondják. Ez megint nem hangzik jól. Most a különböző, ugye többféle társaság van, ami műholdat lő fel és üzemeltet. Ütközés elkerüléséhez a különböző társaságoknak együtt kellene működniük. De ilyen együttműködés még nincs. Ha most akkor észreveszünk, hogy jön az egyik, meg jön a másik, oké, össze fogunk ütközni, most ki a két kicsi kecske, ugye? Most ki menjen odébb? Ki módosítson pályát? Jó, és akkor mind a kettő. És ha mind a kettő épp úgy módosít, hogy ugye akkor ütköznek össze, tehát össze kell hangolni ezeket. De ilyen még nincs. Tehát ez egy feladatnak tűnik. Ugye 2019. szeptemberében ez egy azt az esetet ábrázolja, tehát az ESA-nak az Eros egy meteorológiai műhold, tehát légmozgást figyeli, földi légmozgást, tehát a műhold ütközést prognosztizált egy elterített Starlink műholddal, ami itt menne. És nem válaszolt a műhold, a Starlink nem válaszolt, úgyhogy az ESA módosította az ő pályáját, tehát az Eurus. Mondjuk ez egy szerencsés eset így, de ez megint gyanús, hogy miért nem lehetett megszólítani a Starlinket. Tehát nem tudott ilyen pályamódosítást csinálni. Szóval végszó, majdnem végszó, mint mondottam, a pénz beszél, a kutya ugat, ezek ott lesznek, ezt nem tudjuk elkerülni, hiába akármilyen szép szemekkel is nézünk a Elon Muskra, tehát ezzel együtt kell tudni élni, ki kell találni valamit, és sürgősen szabályozni kell, ilyen vadnyugati állapotok vannak, tehát össze kell hangolni ezeket a cégeket, a cégek tevékenységét, akik műholdakat üzemeltetnek, meg lőnek fel. Hát valami még itt volt, de most igen. Tehát figyelmeztették, meg szóltak a Musknak, és de Musk azt mondja, hogy ez nem probléma, nem fog ez zavarni benneteket. Tehát nem... De mondom, az, hogy befestjük majd feketére az antennát egyik adagnál, de mondom, nem váltotta be a reményeket. Tehát ennyi volt az egész. Leállítani nem lehet. Hát akkor mit tehetünk? Hát akkor legalább kísérjük figyelemmel az égbolt romlását, hogyha NASA az egy felhívást tett közzé,
hogy hát itt van, egy mobiltelefon kell, egy állvány, és akkor le kell fényképezni rendszeresen az eget, és figyelni, hogy milyen lesz. Itt vannak linkek, és akkor ide, na, ha sikerül idehoznom, ugye itt mutatok ilyet, tehát van egy ilyen weblap, ez a, itt látszik a címe, van egy ilyen, van más is, hogyha hiszem, itt. Mit szólnál ahhoz, bocsánat, hogy beleszólok, majd a beladás végén, vagy valamikor, tedd meg, hogy ezeket a linkeket kikopizod a chatbe. A chat az... Jó. A chat az, bocsánat, az csak az én chatem, de majd én bekopizom a hozzászólások közül, hogy legyen együtt. Aha. Jó. És akkor mit tehetünk? Hol vagyok? Ezek egyébként linkek, tehát ha rágatnék. Tehát akkor itt van például, mit tehetünk még? Az Orosz Tudományos Akadémia is titakozott az ENSZ-nél a maszkrendnél. Na, itt vannak, ide föltettem, tehát ez látszik máshonnan is. Tehát van egy ilyen, ugye a Moscow Times-ba jelent meg. Ez itt van a innen másoltam ki, amit itt mutatok, ez az élő. Maybe later, mindenféle izék jönnek reklámok, jó? És akkor itt ezt a címet is megnézhetjük mindjárt, ugye, hogy az oroszok is akarnak újrahasznosítható rakétákat csinálni, mert ugye a NASA most már nem a oroszokkal megy fel a ISS-re, hanem a Elon Musk-nak a rakétáját választotta. Tehát akkor tiltakozhatunk, de valami keveset ér. Mint mondottam, a pénz az pénz. Milyen menekülési stratégiánk van? Űrbe kell települni a megfigyelő csillagászoknak. Hát a Hubble idén 30 éves, 24-én lesz 30 éves, április 24-én lőtték fel. Most, hogy így mondom, azt hiszem a névnapom, ugye? És hát erre is megemlékezhetnénk egy előadásban a Hubble-ről, illetve hát a, ami még mindig késik, ugye a James Webb űrteleszkóp, amelyik nem a párja, illetve hát úgy párja, hogy ez infravörösben működik, nem az a célja, mint a Hubble-nek. De hát ez ugye nem az amatőrök világa. Ez, úgyhogy ezen a ponton akkor én befejeztem a mondandómat, és ha van kérdés, próbálok válaszolni.